Sűrűn találkozunk az elmúlt hetekben, hónapokban, hiszen a többedik takarékszövetkezeti kirendeltség megújítását bonyolítottuk le. A takarékfiók új, de a szövetkezet közel 60 esztendeles szolgálja elsősorban a vidéki kis településeket. Ennek az alapgondolatnak jegyében folytatják a fiókok felújítását, mondta Gáspár Csaba, a Hungária takarék igazgatója. Ez az év az arról fog szólni, hogy az eddig hát nem kellően ápolt és karbantartott, nem kellően felújított, nem kellően modernizált banki egységeket szeretnénk rekonstruálni. Nyilván koncentrálunk a kisvárosi közegre elsősorban, vagy a nagyobb települési közegre, és aztán próbálunk mindig egyre kisebb lélekszámú irányokba eljutni. Hőgyészen az 1970-es években esett át utoljára felújításon takarékszövetkezeti fiók. Ebben az esztendőben további 10-12 egység megújítására vállalkozik a pénzintézet. Botta György, a település polgármestere azt fogalmazta meg, a helyben működő pénzintézetekkel szemben nagyobb a bizalom, mint egy távolabbi bankkal. Van egy olyan pont a lakosság számára, ahol biztonsággal intézhetik a pénzügyeiket, helyi dolgozók közreműködésével, ez egy fokozott bizalmat jelent a számukra. A bankfiók fejlesztési program kapcsolódik a kormányzati vidékfejlesztési elképzeléseihez, melynek célja, hogy a kistelepülésen élők is azonos színvonalú szolgáltatásokban részesülhessenek, mint amit a városokban igénybe vehetnének.